Luffy Land még évelején nem létezett még koncepció szintjén sem. Január 1-én ez még nem volt semmi. Valamikor február elején jött az ötlet a részünkről, hogy kéne egy Luffy kiállítást csinálni, és ilyenkor léptünk kapcsolatba Guido Verhoef-fal, a kiállítás kreatív igazgatójával, aki a világ egyik legnagyobb Luffy művésze, több világrekordja van, az összes Luffy-s körökben ismerik, tanár, tanít, egy világhírű Luffy művész. Úgy döntöttünk, hogy Budapest lenne ennek a legjobb első állomása. Itt a Boksarnokban találtuk meg a tökéletes helyet, hogy egy 4000 négyzetméteres Luffy kiállítás, egy Luffy élményt hozzunk létre. A kiállítás elején mindenki kap egy útlevelet, mivel a világ körüli úthoz elengedhetetlen egy útlevél. Itt mindenki talál egy térképet, hogy ne vesszen el, és pontosan tudja, hogy mit kell még megnéznie. És még egy fontos dolog, minden egyes megállón pecsétet kell gyűjteni, mivel pecsét nélkül megtagadhatják a beengedést. Több mint 500 000 Luffy található itt nálunk a kiállításon, amit egy héten keresztül épített napi több mint 100 művész. A kiállítás az igazándiból egy világ körüli út. A Luffy Land a Balloon World Adventure-nek a része, ahol az űrben kezdjük az utunkat, és az űrből egy alagúton keresztül megyünk le a Földre. Itt egy hatalmas földgömb előtt találjuk magunkat, ahol egy labirintus vesz minket körbe. Itt 5 kontinens kell megtalálni a világ körül, és nem szerettünk volna egy unalmas, átlagos kiállítást csinálni, ahol elindulsz, és aztán majd kikötsz a végén. Ez egy út, ez egy kaland, ezért a labirintuson keresztül kell megtalálni Latin-Amerikát, Észak-Amerikát, Európát, Afrikát és Ausztráliát. A legnagyobb kedvencek azok a hátam mögött található majmok, és a Lánchíd valószínűleg ez a kettő legkedveltebb. A 4 oroszlánt is megjelenítettük a Lánchídon, viszont senki se tudja, hogy van-e nyelve, vagy nem, ez titok marad, mint a mostani Lánchídnál is. De az én személyes kedvencem például az egyiptomi kincsek és a Sphinx. Észak-Amerikában szerettük volna az amerikai vadonvilágot is megjeleníteni, meg a híresebb városi jellegzetességeket. A vadonvilágban találhatunk lazacokat, medvéket, baglyokat. A városi részen pedig megtalálhatjuk a szabadságszobrot, egy kedileket, egy tipikus amerikai diner, egy nagy kólával rajta. Szeretnénk majd az egész világon körbeutaztatni a kiállítást, mivel úgy gondoljuk, hogy ez annyira csodálatos élmény, hogy mindenkinek részt kell rajta vennie. Természetesen ezek Luffy-k, szóval a kiállítás végén, augusztus 18-án az összes Luffy-t ki fogjuk pukkasztani.